Csodálatos panoráma, különleges millió, ahol a nyugalom mellett akár a vízi élővilágot is megtapasztalhatjuk magunk körül. Ez fogad bennünket Sóston, amely nyáron is bakancslistás célpont, ha szabadban szeretnénk tölteni az időnket. Pipálva érkezik ez a pontja stékhez, a felszínre törve szippantja a levegőt, élelmet várt tőlünk. És bár szemet gyönyörködtető látvány test közelből egy-egy hal, etetéssel ne próbáljuk meg magunkhoz csalogatni őket, ahogyan azt többen megteszik. Az igazi jó idő beköszöntével az emberek szívesen mozdulnak ki otthonról. Elmennek sétálni, kirándulni, túrázni. Így sincs ez másképp Sóston, ide is szívesen jönnek a székesfehérváriak vagy a turisták. És ilyenkor a táskából szívesen kapnak elő egy-egy szelet kenyeret vagy bármilyen más pékárut, mindez azért, hogy megetessék az itt élő halakat vagy madarakat, pedig ezt nem szabad. Ezeket táblákkal is jelzik a szakemberek a stégen. A szakember arra hívja fel a figyelmet, hogy a vízimadaraknak megvan a sajátos életvitelük, ezen belül az a táplálkozási forma, ami számukra megfelelő. Nincs szükségük emberi táplálékra. Az emberek, amit kihoznak az élelmiszerboltokból, és úgy gondolják, hogy otthon már nem fogy el, az tök jó buli kihozni majd a madaraknak, meg a halaknak, és hát közben nem, mert alapvetően ugye egyrészt nagyon komolyan károsítjuk a vízminőséget vele, tehát ez is egy nagyon fontos szempont, és hát utána legalább egy tucatnyi olyan szempont van, ami ugye károsítja ezeknek a vízi állatoknak az egészségét. Hát ugye az egyik legdurvább ösztönkikapcsolása az, hogy a természetes táplálkozás egy-két héten belül tényleg le tud állni ezeknél a madaraknak. Azaz egyenesen a pusztuláshoz is vezethet, ha ezeket az állatokat helytelenül, adalékanyagokkal teli emberi táplálékhoz juttatjuk. Ha behurcoljuk az élővizekbe, és az itteni ökoszisztémába ezeket az anyagokat, akkor azok ugyanúgy felhamozódnak és megjelennek. Hát nem is a felnőtt állatnál, de gyakorlatilag, amikor van a költési időszak, kikelnek a fiókák, genetikai problémákat tudnak okozni ezeknél a fajoknál, úgyhogy nagyon sokan ugye angyalszárnyal születnek, ami azt jelenti, hogy nem fejlődik ki normálisan a szárnya, nem tud elrepülni, úgyhogy alapból egy ilyen kis gnóm madár születik. Csete Gábor hozzátette, a madarak helytelenetetése függőséghez is vezethet, amely akár a téli túléléshez szükséges vonulási viselkedésüket is befolyásolja. Mindemellett a környezetszennyezést is magában hordozza, ha emberi táplálékot juttatunk a víziállatok élőhelyére, ebből pedig az is következik, hogy nagyobb lehet az elmocsarasodás.